Hú, de sok van itt, azt mondja, fogalmam sincs ki, halálának oka a magány. Csabinyó, na Csabinyó mi halt meg, megártott az a sok hagymásból. Postás Peti nem aratott nagy sikert a Minimaxon. Oké. Okay. Túra a felfedező, addig ment felfedező, bele nem halt. Dogi Andi, na, mérgezett répa, elfogyott a répa. Sziasztok! Nézzük meg pár kirakós kalandpályát. Már csak három rész van hátra, próbálom kicsit sürgetni a dolgot, nem szeretném, hogy sokáig húzódna. Így is elég rég volt már ez a dolog. Az újaknak gyorsan elmondom, hogy körülbelül 2 hónapja volt az, talán. Tehát az volt, hogy felraktam egy pályát, amit úgy elkezdtem. Hát pár véletlenszerű dolgot így megépítettem, és azt kértem, hogy ezt egészítsétek ki egy kalandpályává, és ezt küldjetek el nekem, én pedig jól meg fogom nézni videóban. Nézzétek vissza, a leírásban is egyébként ott van a link erről a videóról. Kaptam is körülbelül 28 pályát, és igen, most itt tartunk az 5. résznél. Hát akkor lássuk, a mai első pálya, nem írt nevet, úgyhogy Dávid pályája, és azt a címet adta neki, hogy fázás. Hát akkor lássuk. Mostanában úgyis olyan meleg van, úgyhogy lehet, hogy jól fog esni. Na nézzük. Nem tudom, keresztek lennének. Kezdjük az embernél. Mit mond a Steve? Üdvözöllek, készítő David Wolfe 08. Igen, és megjönt a szabályok, a többi még nem. Kövesd a történetet. Hát jó. Ha találsz gombokat vagy nyomólapokat, használd őket, kivéve ha olyan helyen vannak, ahol még nem kéne lenned. Fuha, ajjaj, bonyolódik a helyzet. Parancsblokkban ne nézz, bele és ne használj parancsokat. Jó. Történet. Te egy szegény srác vagy. Hát ebbe bele tudom magam élni. Aki egyedül él, de nem messze tőled van Laci, a barátod. Egy napon felkelsz és fázni kezdesz. Az igen. Micsoda plot twist. Mert nem sokára itt a tél. A történet itt kezdődik, ha közeleg a tél. Kezdés. Huha. Kis olyan érzésem van, mintha csillár lenne az ágyam. Jó. Érdekes dizájn, ötletes. Van hűtő. Nyers. Csülök. Ezt szerintem fölöltözök. Az én házam. És komolyan ezt kell megtalálni, ez folytatja a történetet. A kandallón egy gomb. Azt mondja Sanyi, én vagyok Sanyi. Vajon mit csinálhatnék ma? Kicsit fázom. Talán ideje lenne behozni egy kis fát a kandallóba és begyújtani. Megyek, hozok is be a ház mellett lévő tárolóból. Érdekes terep. Fatároló, Laci háza, kocsma, falu. Oké, és van a fán egy gomb. Hát ennyi fa, még egy kis tábortűzre sem volna elég, nem mondod. Megyek, megnézem Laci barátomat, hát ha van kölcsönfája. Lesz is erre volt, igen. Hát gondolom ez az a ház. Nem, ez kocsma, de... Haha, nagyon ötletes. Kicsit fura, hogy pont a C betű van így kettészedve. Kocsma. De egyébként nagyon ötletes. Mint a Laci egy templomban lakna. Hiha. Laci király. Szia Laci, lehetne egy kérésem? Szia, persze, mondd csak. Kellene egy kevés fa, mert az enyém már majdnem elfogyott. Nekem nincs fám, de azt hallottam, hogy a nem messze lévő kanyonban nagyon jó minőségű fák vannak. Ezt én is hallottam valamikor, talán megyek és kivágok ott pár fát. Kösz az ötletet, szevasz, nincs mit szevasz. Jó, ezzel a liftet kipróbálom. A lift nem működik, Nyomulap. Hihetetlen ez a Laci, olyan gazdag, hogy bármit megvehet és ő mégis itt él velem. Ő egy igazi jó barát. Elmegyek, kivágok pár fát a kanyonba, de előbb megkeresem a baltámat, ami valahol a házban van. Aha. Viszont ez kicsit gyanús, hogy ezzel a baltával nem lehet ütni, mondjuk biztos ott is a gombos módszer van. Akkor kanyon. Aha. Ez lesz a kanyon. És itt van egy fagyott ember. Jaj, de sok. Öreg asszony, állj meg fiam, hová mész? Megyek a kanyonba, asszonyom. Nem, ki lesz banyásabban? Nem engedlek be, csak ha hozol nekem egy számszeríjat. Mi? Mire?
Jobb neked, ha nem tudod? Rendben. Gondolat, azt hiszem a kocsma mellett árulnak számszeríjat. Számszeríjel adó. Jujj, jujj. És egy táblát adott, ajj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 aj
5000 forint. Hű, ez nagyon drága, sajnos nincs ennyi pénzem, kérem, adja oda olcsóban, könyörgök. De egyébként van nálam balta, elég lenne csak megfenyíteni. Nos, adok egyet ingyen, ha kitalálja, melyik számra gondolok, egy és ezer között. Aj, mekkora troll, nagyon jó. Írja fel a számot egy táblára, majd nyomja meg a gombot. Rendben. Így felírom. Hihetetlen, kitaláltad, itt van ládában a szám, szerint csak. Ott, úristen. És komolyan oda... Na, sikerült. Hát, nesze. És be is nyelte. Igen. Micsoda, ez egy közönséges bot. Te át akarsz verni? Nem, de csak ezt tudtam szerezni. Hazudsz? Azért, amit tetti, elátkozom ezt a kanyont, hogy a fáj mind változzanak kővé. Ne, kérem, ne tegye. És el is tűnt. És igen, kővé változott a fák. Ez nagyon tetszik. Tök jó bele van építve a történetbe. Mi történt itt? A fák kővé váltak. Így most hogy fogok fűteni? Hát úgy tűnik, hogy fázni fogok. Talán egy ital felmelegít. Hát elmegyek a kocsmába. Ez tök jó. Szervusztok. Szia, Sanyi, kösz valamit? Szevasz, egy sört kérek. Valami baj van? Hát tudod, jön a tél és nekem nincs fám, amivel fűthetnék. Már sok mindent kipróbáltam, de csak falakba ütköztem. Voltál a parancsblokk központban is? Ott jó sok ötletet kaphatnál. Ez egy jó ötlet. Azonnal indulok és a sört tartsd meg. Azért légy óvatos, néha veszélyes ötleteik vannak. Mielőtt megnyomod a gombot, azt, amit meg akarsz tartani, tedd a ládába. Hát... mondjuk csak ennyit. Tjöff. Úristen, mi történt? Sok írás. Parancsblokk. Milyen hangja van egy parancsblokknak? Üdvözöllek, fiam. Miért jöttél ide? Parancsblokk mester, kell a segítsége, nem tudom mit tegyek. Jön a tél, hideg van, és mivel nincs fám, ezért meg fogok fagyni. Tudom, honnan szerezhetsz fát, de ahhoz, hogy megmondjam, meg kell tenned nekem valamit. Bármi is az, megteszem. Sajnos az előző dolgozó felmondott, ezért el kell végezned a munkáját. A feladatod az, hogy az alapanyagokat a megfelelő tárgyhoz kell leraknod. Viszont úgy kell őket lerakni, hogy a megfelelő sorrendben legyenek. A falon megvan a sorrend, a számok egy-egy szlotot jelölnek a barkácsasztalban. Neked növekvő sorrendbe kell tenned receptek szerint. Ha megvagy egyel, akkor nyomd meg a gombot a kidobó előtt. Ha nem jelezne, újra kell kezdened, de ilyenkor nem veszik el az, amit már megcsináltál. Itt vannak a számok. Ah, mindjárt jobb, mondjuk kezdhette volna így is, nem tudom mire volt ez a sötétség. Igen, szlotok. Restartolni is lehet. Segítség? Az nagyon jó. Hú, ez egy kicsit sok, és én nem tudom fejbe ezeket a recepteket. Hát, kipróbáltam a restartot, és elvette a tárgyakat, szóval itt én megakadtam. Újra betöltöttem a pályát, megint itt vagyok, gyorsan ide szaladtam. Hát ez egy kicsit durva feladat, tehát, hogy ilyen sorrendbe be kell rakni a hozzávalókat, ennyiszer, egyiket se tudom ráadásul fejből. Végül is nem volt olyan vészes, de ha én ilyen feladatot próbálok csinálni, üssetek le. Azt mondja a parancsblokk, ügyesen megoldottad, ezért elmondom neked, amit akarsz. A temetőben lévő fa nagyon jó minőségű, azt használd. Már gondoltam erre is, de azt a fát nem tudta eddig senki kivágni. Azért nem tudták kivágni, mert nem a megfelelő szerszámot használták. A balta, ami kell hozzá, a piros csigáknál van. Na és ők hol vannak? Valahol a közelben van a barlangjuk, keresd meg. Csak nem. Nem. Nem van zárva. Itt is van egy barlang. Jajjaj. Kedves. Oh! Mint halálhatatlan barrier lett volna. Nyomulap. Ez nem varázslat? Fel tudok ugrani. Csak
közben halálra élek, de egyébként örülök neki, hogy tudok venni. Oké. Okay. Hát behalok, és tényleg barrier van ott még mindig. Úgy. Nem tetszik ez a sok barrier. Yeah, ho-ho-ho. De milyen állatcsiga? De jó. Hát ez nagyon poén. Egyik legpoénabb csiga ideig. Azt mondja ez a gyönyörű piros csiga. Miért jöttél halandó? A parancsblokk központon azt mondták, hogy itt van a legendás balta vagy mi. Szóval a baltáért jöttél? Mi a neved? A nevem Frecska Sándor. Frecska? Az apádat nem Frecska Józsefnek hívták? De igen, ismerte őt? Ismertem őt, egyszer megmentette az életemet. Most ezt meghálálom neki azzal, hogy odaadom neked a baltát ingyen. Nagyon köszönöm. A házam mögött van egy alagút, ami visszavezet, használd azt a visszajutáshoz. De itt van a bejárat, nem mehetnék oda. De ez meg lefelé megy, nem baj? Na jó, ezért egy kicsit túlzás, ez sokkal hosszabb, mint ahol bejöttem. Ennek semmi értelme. Ez egy csapda volt? Ha, ez egy csapda. Szia, temető! Sanyi néni. Mi történt? Hol vagyok? Ki akartad vágni az élet fáját, ezért meg... Ja, bezártunk a börtönbe, és egy jó darabig itt is maradsz. Hát legalább nem fogok fázni. Köszönöm, hogy kijátszottad. Ez jó. A következő pályát COM11 készítette, nem adott neki címet, annyi volt, hogy kirakos kalandpálya, hát akkor lássuk. Itt vagyok a farakásba, szabályok, kezdés, történet, kezdem a szabályokkal. Ne törjek, ne csaljak, ne játszok békésen, jó, majd ideges leszek. Ne játszok adventure módon, oké, okay. Jaj, ennyire késő van. Érezd jól magad, csak abban az épületben menj, amiket a feladat mondja. Kezdhetem és történhetem. Te SpongeBob fejében vagy. Feladatot helyreállítani mindent. Hát ez egy ilyen lehetetlen küldetés. Kezdés. Most meg a kezdés nem működik. Ja, hogy itt kinyílt. Oké. Okay. Első feladat, keresd meg a piros csigákat, menj az admirálishoz. Igen, a játszóteres kialakítás. Nem erre vannak a piros csigák, a másik irányba. A sok közül melyikbe? Számítógépek. Juhuhu, ez egy ABC. Valami. Csabusa, te vagy az, aki állandóan nyomkod? Elektromosság. Ezt most mind nyomkodjam végig. Amelyik én mazohista. Hát úgy látom, nem csinálnak semmit. Egy teljes indukcióval megállapítottam, hogy a többi sem fog semmit csinálni. Számszer így betölt. Itt van egy ilyen láthatatlan labirintus, és nagyon örülök neki. Ja, most is igazából tudok ugrani. Mit szenvedek itt a láthatatlan labirintussal? És ideig tartott. Jaj! Menj el az üveghelikopterbe. De miért? Érdekes, hogy több embernek is helikopter jutott eszébe erről. Jaj, de sok gomb. Semmi. Hú, azt most fogom elérni. A könyv. Milyen könyv? Menj el a... Azt hittem, már kiment a divatba ez az 50 oldalas poén számítógépekhez. De nem tudom, hogy miért, olyan összefüggéstelen az egész megint. Oké, hogy véletlenszerű hülyeségeket rakkosgattam le, de attól nem kell a pályának is véletlenszerűnek lennie. Tutankhamon sírja. Ennyi. Itt van a kőerdő. Itt van egy kocsi, de hogy miért? Jélada. Lever. És zúzott körre lehet lerakni. Láttam egy ajtót, de azon nem zúzott kő volt. Információs központ. Most nézem, itt van információs központ. Amelyik gép mond valamit,
Attól jobbra lévő ajtón menj be. Ez mond valamit, akkor erre. A könyvbe. Menj az utána a sírjához és keresd meg a kulcsot. Ott is van egy kulcs. Úgyhogy csak így belecsöppentem is. Ó, és több is kell. Tutankamon sírjához kell menni. Hopp, hopp, hopp. Há, még egy akönyv. Most menj el a számszerű betöltőbe. Minden tárolóba kettő szemszegélyat tölts. Jesszusom. Juhuhu. Juhuhuhu. Hú, más fel a kommandokokkal díszített oszlopra. De jó. És én a leugrás utána legalább. Na, na, na. Most fölmásztam is. Menj fel a sínrendszer központjába. Ott voltam, onnan küldtek a helikopterhez. A helikopterből már nem is tudom, hová küldtek. Ott is van egy láda, innen látom. Ott van. Itt a másik zúzott köves. Azt hittem, hogy félbe fogom hagyni ezt a pályát, de végül is sikerült úgy, ahogy felvenni a fonalat. Ez mi? Ez egy C. C-S. Ez ennyi? Csak egy ilyen easter egg, vagy... Itt a sarokban van megint létre. Ó, ilyen. Supermenő micsoda? Supermenő kocsi kezdés. Jó, hát ideig jutottam, nem nagyon van ötletem, szerintem minden helyet meglátogattam. Nem tudom, igazából elég kaotikus az egész, de hát ha úgy vesszük, spongyabó agyában vagyunk, szóval okés. De úgy kalandpályának valahogy valami mégis hiányzik. A következő pályát Tocki készítette, és ő sem adott nevet a pályának. Egyébként ilyenkor nyugodtan adhatok nevet, hogyha így kitalálok valamit, mint például az egypercesek, vagy itt a kirakós, vagy... nem is tudom még mi volt, adjatok neki valami nevet, tehát az inkább a stílusnak a neve, nem a pályának kell, nem a pályát kell elnevezni kirakós pályának. Na, de lássuk, hát a útközben kiderül, hogy mégis van valami. Ilyen a kezdőszoba. Story. Ja, ez meg 1.8-as. Igen, ez meg a másik, hogy nem írtok verziót, miért nem írtok? A világon az emberek tengetik minden napjukat. Egyszer viszont a világban... ez olyan erősen mém-szagú. Akkor inkább máshogy hangsúlyozom. A világban az emberek tengetik minden napjukat, egyszer viszont a világban a gyárak és az egyre iparosodó világ miatt a világban kiszáradt a fű, megavasodott a talaj. Megvasasodott. Ja, nem megavasodott, megvasasodott. Nem is tudtam, hogy van ilyen szó. Ebben a világban nagyon értékessé vált a piros csiga, a katonaság is rápályázik. Mivel te egy gyári munkás voltál, és a gyáratok meg semmisült a blokkvándorlás miatt, ezért te is... Jaj, ez a kevés vesző. Használjatok veszőt. Nehéz megérteni nélküle. Szóval a blokkvándorlás miatt semmisült meg a gyár, és ezért te is piros csiga vadász lettél. Egyetlen fegyvereddel számszer íja vadászod őket, a házadba felkelsz és kezdődik a kaland. Egy vesző van benne, az is rossz helyen. Játsz békésben, számszer íja csak a piros csigákat, azaz egy apjút üssem ki, minden ládát nyis... Ja, mert hogy túlélőbe vagyok. Oké. Igen, minden ládát nyis fel, kemenceket kutass át, ha lekadták, kövesd az utat és nézegesd az útjelzőket. A nyomulapokra kötelező ráállni, mivel azok a történetet viszik tovább. Ébredés. Jó, egyébként írt, hogy ez az első pályája, tehát nem leszek nagyon kegyetlen játékmenetet illetően. Menj el a városi Schusterhez. Hű! Na várj egy kicsit, ez így első, az egész látványos. Hát ha most gonosz lennék, azt mondanám, hogy amúgy első pálya, akkor biztos bemásoltad, de simán el tudom képzelni a sajátja. Kicsit fura, hogy a terep egy részét vasnak hagyta. De nagyon látványos lett. Nézd meg, itt bujkás pongyabog.
Úristen, ez a legijesztőbb spongyabb, amit eddig láttam. Te vagy a suszter? Nem, ez az egyik szomszéd. Nézd, egy blokk. Vigyázz, elektromos. Elektoros. Elektoros. Azt mondja, hogy kell elképzelni. Elektoros. Suszter. Jaj. Hát ez zárva van. Valahogy be kell jutnom, mert kellenek azok a ruhák. Szét kéne néznem a környéken. Hogy ezek a nyilak tényleg azt mutatják, hogy merre kell most mennem. Ez tényleg nagyon szájbarágos egy kicsit. De nem gáz. A papír nem mond semmit. Hopp. Az öreg munka asztalán kell lenni. Micsoda? Az öreg munka asztalán kell lenni. Valam lennie a ruhának. De hiszen itt sincs, akkor hol lehet? Megnézem a padláson. Hol máshol? Az eddig legbrutálisabb showster, tehát hogy egy koponya van a padláson. Kész ruhák. Juhó. Ruhás leszek. És közben azt mondom, megvannak, már csak tudni kéne merre vannak azok a piros csigák, megkérdezhetném az admirálist, úgyis a barátom. Mondjuk ő. Azt mondja. Nem erre vannak a piros csigák. Hát ez nem sikerült. Menj az öreg fához és kérdezd meg a jámbort. Miért? Miért pont őt? Azt mondom, 3 piros csiga. Hely, de kevés. Megyek az üveg állványhoz. Hát, ha ott lesz még. Most rossz helyen vagyok? Mi ez a gyűlés? Ó, az admirális. Láttam, hogy a katonaság területén vadásztál piros csigát, ezért le kell, hogy tartóztassalak. Ó. Na nem mondod, az lesz a szabadulás, hogy megnyomok egy gombot. Ez azért túlzás. Nem. Itt a vége. Sajnos a védked miatt belettél börtönözve, és itt a börtönben haltál meg. Vége. A pályát készítette Tocki. Ha szép álmokat, gyerekek. A mai utolsó pályát Anabel 03 készítette, az a címe, hogy ST és a popadermia, és már most látom, hogy kreatívban vagyok. Ilyenkor ugye a darálóban azonnal visszaérok a készítőnek, hogy hát tessék normálisan megcsinálni. Most annyira érdekel a címe miatt, hogy így hagyom. Verziót nem írt, úgyhogy hamarosan kiderül, hogy 1.8 vagy 1.9. Ó, 1.8. Üdvözöllek a pályán, készített Anabel 03. Igen, szabályok. Nem is ki blokkot, a többi beállítva. Köszönöm, ennyi, maradok kreatívban. Egy elhagyatott kis faluban élsz. Te vagy az utolsó lakó, a többiek már réges-rég elmentek, mivel belőrültek az itt létben, te viszont maradtál, és nagyon jól érzed magad ezen a helyen. Én vagyok a bolond, tehát mindenki rosszul érzi magát, csak én nem. Barátnőd, Eszti, egy másik faluban lakik jó messze innen. Minden nap beszéltek egymással a telefonon, ám sajnos ma reggel kiderült, hogy súlyos popadermiában szenved. Te úgy olvastad, hogy a leghatásosabb gyógymód erre, ha piros csigát eszik, Eszti, kár, hogy most nincs itt. A környéken szerencsére van egy csigamező, és te úgy döntöttél, elviszed neki a gyógymódot. Eddig várom, hogy meglássa ezt. A pályán van elrejtve pályapont névvel összesen 10 darab vöröskő. Nem muszáj összegyűjteni őket, de a végén ezek szám alapján fejeződik be a történet, illetve a pályán vannak elrejtve easter egg-ek is. Ha mindent elolvastál, menj fel ezzel a lépcsőn és feljutsz a házadba, menj ki és indulj a csigamezőre, nézz ki a bejáratnál és a házban, vidd magaddal az engedélyedet, hisz csak azzal mehetsz be a csigamezőre. Igen, direkt van rajtad Kenny feje. Micsoda? Micsoda ne? Hát most nem tudom, hogy magamon hagyjam-e. Olyan mocskosnak érzem magam, inkább leveszem. Itt a házam. Atomübertáp sétapálca. Atomübertáp sétapálca. Hát, ezt simán magammal viszem. Meg egy liter water. Nyomjam meg. Rögzített üzenet. Szia, én az admirális vagyok, hallottam, hogy piros csiga kell neked. Nos, én megszereztem számodra a legnagyobbat, csak fel kell menned oda, arra a magas szürke általam épített, fogalmam sincs mire.
Ott egy ládába raktam sok sikert. Menj fel arra a magas szürke emelményre, hogy megszerezd a csigát Esztinek. Oda. Csabinyó egykori medencéje. Csak ha már lejöttél. Kipróbálhatom rajtad az atomüber tápsétapálcámat? Hú, működik. Ja, hogy onnan jöttem le. Oké. Okay. Akkor van egy ilyen érzésem, hogy nem mit fogom megszerezni a csigákat. Szökkenő szérum. Tudok ugrani. Júj. Ó, ne, az admirális átvert. Há, itt egy pont. De az egy pontot itt hagyott. Tudhattam volna, hisz ő nagyon imádja a piros csigákat, hogy lehettem ilyen hülye, na mindegy. Ugolj be a Csabinyó régi medencéjébe, ha ügyes vagy, a fölötte lévő állványra esel, ahol meglepetés vár, használ a szökkenő szérum gombot. Aha, hát azt egy kicsit megcsináltam. Ja, kreatíva vagyok már megint, úristen. Nehéz hozzászokni. Remek, most megyek, megkérdezem a számítógépet, hogy mi az admirális gyenge pontja. Legközelebb majd azzal fogom büntetni. Nem biztos, lehet, hogy élvezni fogja. Kérdezd meg a nagy fehér számítógépet, hogy mi az admirális gyenge pontja. És így beszólna, hogy 42 derhögné gép. Nem kell létre, én tudok repülni is. Csak ha megkérdezted, akkor ez lesz a kérdés. Elektromosság? Na, te is nagy segítség vagy. Vagy elektromosság a gyenge pontja. Megrázom egy kicsit az admirálist. Ez az, most már tudom ezt is. És tényleg. Akkor megyek, megkeresem. Azt hittem elromlott a gép, és mindenre azt mondja, hogy elektromosság. Akkor megyek, megkeresem apám számszeréját, amiben elektromosságot vezetett, és jól meg szétverem a gonosz admirális fejét. Keresd meg a számszeréját, aztán menj, és üss szét az admirális fejét. Fú, de agresszív pálya. De minek nekem számszeré, meg elektromosság, atomübers tél... Atomüber tápsétapálca ember, yeah! Atomüber tápsétapálca. Tipp, egy ládában keresd a csigamező környékén, az admirális ott lesz a csigamező előtt. Először beszélj vele, aztán nyomd meg a gombot. Ő az admirális? Megvan a csiga. Csigamező, aha. Jó, de mondjuk útba ejtem őt is, ezt a vízilovat. Admirális, nem erre vannak a piros csigák. Hát úgy mégis, úgy látszik mégiscsak. Üsd addig az admirális fejét a számszeréjjel, amíg le nem esik. Utána pedig menj, és fogd meg azt a piros csigát. Hopp, hopp, hopp. És tényleg. De akkor is az ott a műbertápsét a pálcával verem szét, új stílusos. Puff. Csigamező belépés engedélye, te leszel az őr, a csiga őrző. Üdv, segíthetek valamiben? Üdv, piros csigát szeretnék fogni. Van engedélyem. Sajnálom, a piros csigák fogytámannak. Az admirális korábban felfalta szinte az összeset. De ha szerencséje van, párat még találhat bent. A fák lombjain szoktak pihenni, sok szerencsét. Na jó, megcsinálom így rendesen. Hopp, egy pont. Egy piros csiga. Megvan a csiga. Ez az, megvan a csiga. Most megyek a busz megállóba, mert lekésem a buszt. Menj a busz megállóba és késd le a buszt. Ja nem, szállj fel a buszra. ez a valami, amit építettem, valakinek busz megállóra emlékeztet? Oké. Okay. Jaj. Várom a buszt. És mi van nálad? Két pályapont. Hagyjam már. Ez kell. Hát itt a busz, nem kell várnod. Vége? Elmehetek még, nem? Azért nézzünk meg körül. Hoppai gomb. Egy lezuhant helikopter. Biztos ezen repült az admirális, csak közben lezuhant. Ezt a szöveget. Ezen repült, csak közben lezuhant. Ez olyan temetőnek néz ki. Ide került az admirális, miután lezuhant. Command lock temető. Ó, nem. Azok emlékére, akik itt haltak meg. És akik máshol haltak meg. Hú, de sok van itt, azt mondja. Fogalmam sincs ki. Halálának oka a magány. Csabinyó. Na Csabinyó mi halt meg? Megártott az a sok hagymásból. Jess a macska. Postás Pet elütötte munkába menet. Úcéli hajléktalan Pityu bá, hajléktalan volt. Jó. Hopp. Előre lefoglalt sírhely. És van benne pont? Nincs benne pont. Kopci. A hülye skinje megölte. Ez egy micsoda? Miután elfogyott a répa, Dogi Andy szétverte a házat, emlék mi. Sok szem, régi templom egy része, a megvilágosodás oltára.
Az egy csavúsásnak tűnik. Ja, föl tudok repülni. Ez egy oroszlánszerű. Mondjuk nem lenne csoda, hogy egy oroszlán lenne a megvilágosodás oltára. Hát ennyire voltam ügyes, hetet tudtam megtalálni. Menjünk le a busz pincéjébe. Befejezés vége, sztori folytatása. Ja, befejezés, hogy hány pályaponton van? 7-10. Ezt így megköszönte a csigát és a fáradozást érte, ám kiderült, hogy ő már korábban megette az erre kifejlesztett csiga alakú gyümölcsízű tablettát. Fáradozásaidért cserébe Eszti felajánlotta, hogy költöz hozzá. Hát egyébként tök jó, happy end-et sikerült összehoznom. Köszönöm, hogy végigvitted a pályát, ha van kedved, kicsit még körülnézhetsz ebben a faluban. Sztori folytatása, ha kíváncsi vagy rá, nézd meg a bal oldalon befejezést. Ja. Jó, hát igen, én azzal kezdtem. Hát akkor ennyi lett volna a mai 4 kirakós kalandpálya, a kézikönyv óvjon.